Vádemelési javaslattal zárta le az Andrej Babis kormányfő elleni nyomozást a cseh rendőrség. A vizsgálat szerint Babis 2 millió eurót lopott, ezért pedig börtönbe kerülhet. Az eset gólyafészekügyként lett ismert Csehországban. A lényege pedig, hogy a cseh miniszterelnök 2 millió eurós támogatást vett fel egy tulajdonában álló gazdasági társaság számára.